Travio. Vittorio. Jól érzed magad? Izgulsz? Mint mindig. Minden koncert előtt. Aztán, ha leülök a zongorához, elmúlik. Jöjjön, felügyelő! Jó. Az unokatestvérem már várja. Köszönöm, szényor Bonomi. Fantasztikus volt a koncert. Hát hiába zseni. Jaj, jó estét, szényor Bonomi. Egy pillanat az egész. Látom, nagyon hatékony a biztonsági szolgálat. Az a helyzet, hogy a maestro öltözőjébe csak kevés kiválasztott juthat be. Annál inkább megtisztel a meghívás. Nem hittem a szememnek, amikor megérkezett a maestro meghívója. Hónapok óta próbálok jegyet szerezni. A maestrót nagyon megragadta egy cikk az újságban magáról és a híres kutyájáról, Rexről, amiben arról is beszélt, hogy mennyire szereti Chopint. Akit a maestro ad elő a legjobban a világon. A maestro nagy tisztelője a mi rendfenntartó erőinknek. Köszönöm. Csak azt sajnálom, hogy a kutyájának otthon kellett maradnia. Ó, emiatt ne aggódjon. Rex kizárólag a YouTube-t szereti. Tudja, hogy van. A mai kutyák már csak ilyenek. Flavio! 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 Bocsánat, hagyja majd én. Engedjen. Nyitva van. Maestro! Maestro. Flavio. Maestro Zene. Magyar hang. Varga Gábor, Fekete Zoltán, Bácskai János, Zsigmond Tamara, Somos Mónika, Gyurik István. A forgatókönyvet Alessandro Fabri, Valeria Colasanti és Tiziana Martini írta. Rex Rómában. Betörték a koponyáját. Fényképezte Massimo Lupi. Azonnal meghalt. Igaz, hogy te találtad meg? Igen. Gyilkosság előre megfontolt szándékkal. Nem tudom elképzelni, Zene, hogy a maestro ilyen eszközt tartott volna itt az öltözőjében. Zenehallgatás közben halt meg. Ezzel a kis ékszerrel hallgatta. 120 gigabyte. 30 ezer zenemű. Szép darab. Nekem is volt. És mi lett vele? Mi lett vele? Hármat találhatsz. Rex. Na tessék, rendezte, mi az Rex? Marco Serafini. Már megnéztem, hogy nincs-e itt valami nyom. Ez az egyetlen kijárat az öltözőből, a folyosó érintése nélkül. Talán Rex talál valamit. Nézzük meg!
Mit találtam? Jól van, bajnok. Figyelj, Morini, ha megjönnek a helyszínelők, kutassanak át centiről centire mindent. A gyilkosnak itt kellett távoznia. A gyilkos akár nő is lehet. Igen, menjünk. Ez volt az utolsó koncertje Európában. Egy hónap múlva átköltözött volna Cincinnatiba egy fontos vezetői megbízatás miatt. Úgy tervezte, hogy kevesebbet fog koncertezni. Azt is csak Amerikában, legalábbis egy ideig. Meg tudja mondani, kinek volt szabad bejárása a maestro öltözőjébe? Igen. A feleségének Malisnak, aki gyakorlatilag soha nem jött el a koncertjeire. Aztán Vittorio Lombardinak, aki tanítványa a Santa Cecilia Akadémián, senki másnak. De ma este. Ma este? Vittorio általában végig jelen van. Minden koncerten. Aztán ő szokta hazavinni a maestrót az előadás után. De ma este nem láttam a koncert után. És előtte? Igen, előtte igen. Nyilván akkor ment el, amikor Flávio még a színpadon volt. Mit akart még elmondani? Vittorio és az unokatestvérem nagyon közel álltak egymáshoz. Ezzel arra célosz, hogy... Igen, 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 az unokabátyám homoszexuális volt. Igen, és te tanultál már rá? Santa Cecilia Zenekonzervatórium. Most, hogy az unokabátyja meghalt, Antóniónak semmi dolga nem lesz. Az akadémia igazgatója. Jó, de meddig? Az unokabátyja nem áll a háta mögött. Kitől kaptad? Kell vele SMS-ezni? A hétvégén Szijénába megyek. Annyi dolgom van, hogy sose érem utol maga. Na. Mi van? Tiszta hülye vagyok, a terembe hagytam az akómat. Előre megyek. Majd jövök. Antonio! Antonio! Nem hallottam, hogy bejöttél. Vittorio. Olyan borzasztó. Igen. Ki tehette ezt? És miért? Folyton ezen töröm a fejem. Flaviónak nem voltak ellenségei, mindenki szerette. Én ezt nem bírom ki. Ne mondj ilyen butaságot. Itt hagyom az akadémiát. Egy hónap van az utolsó vizsgádig. Kit érdekel a vizsga? Nem tudok koncentrálni, nem tudom távfogni. Flávio meghalt! Flávio mindig azt mondta, hogy remek zongorista vagy, és hatalmas sikered lesz. Csak azért mondta, mert kedvelt. Nem. Te nagyon tehetséges vagy, Vittorio, hidd el. Tudod, hogy Flávio sose hazudott, ha zenéről volt szó. És ő nem akarta volna, hogy sútba dobj mindent. Felelősnek érzem magam. Ha az öltözőjében vártam volna, ahogy mindig, Flávio még most is élne. Vagy te is meghaltál volna. Figyelj, Vittorio, mikor tegnap a rendőrség rólad kérdezett, azt mondtam, hogy az előbb mentél el. Jól tetted, az igazat mondtad. Igen, tudom. A baj az, hogy azt is elmondtam nekik, hogy te és Flávio. Tudod, mire gondolok? Ne aggódj, előbb-utóbb úgy is rájöttek volna. Mit keresel? A kulcsaimat. Mindig a zsebemben hordom. Talán ott felejtetted valahol. Hogy néz ki? Egy kék farkas van a kulcstartón. Majd szólok a takarítónőknek, hát ha megtalálják.
Remélem, van pótkulcsod. Igen, ne aggódj. Jó volt veled beszélni. Szóval? Már nem akarsz itt hagyni bennünket, ugye? Nem, nem adom fel. Ön és a maestro régen házasodtak össze? 15 éve. Nagyon nehéz évek voltak. Mit akar hallani? Hogy 15 év alatt veszekedtünk-e? Mert akkor azt kell mondanom, hogy igen. Tudja, felügyelő, a férj és feleség közt ekkora korkülönbség van. Nehéz egyetértésben élni. Valószínűleg tudja, milyen ízlése volt Fláviónak. Igen, igen. És ebből arra következtetett, hogy ez csak egy látszatházasság volt. Miért nem az volt? A férjem nagyon szeretett, ha a maga módján is. Az igazi gond a rossz természete volt. Fontos tudnia, hogy az utolsó héten a Ritz Hotelban lakott. Az az igazság, hogy minden veszekedésünk után elmenekült valamelyik lakosztályába. Nem mondhatja, hogy nem működöm együtt a rendőrséggel. Rex, mit csinálsz? Nem szabad, hallod? Bocsánat, asszonyom, Rex! Ne izgassa magát, a kutyája szereti a zenét. Igen, nyáras le, gyere szépen a helyedre. Szégyent hozol rám. Gyere. Signora Bonomi, meg tudnál mondani, hol volt tegnap este? Itthon, egyedül. A személyzetnek szabad napja volt. Miért kérdezi, gyanúsít valamivel? Bocsásson meg, mióta a férjem magamra hagyott, nagyon sok dolgom lett. Igen, hogy ne, megértem. Majd egy alkalmasabb időben visszajövök. Nagyon köszönöm. Erre? Igen. Gyere. Szabad. Signor Bonomi, Fabri felügyelő keresi. Rendben, kísérje be. Köszönöm. Jó napot, Signor Bonomi. Felügyelő. Hogy van? Látom, már dolgozik. Hát, kénytelen vagyok. Az akadémia nem állhat még az unokafivérem halála miatt sem. Ő volt az igazgató. Ha akarja, körbevezetem, és közben beszélgethetünk. Nagyon kedves, köszönöm. Gyere, Rex. Parancsoljon. Tegnap azt mondta, hogy ön és Flávio nagyon kötődtek egymáshoz. Igen. Unokafivérek voltunk, de testvérként nőttünk fel, ő jelentette nekem a családot. Nagyszerű ember volt. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy angyal volt. Ezt hogy érti? Úgyhogy nem volt könnyű az élet mellette. A zsenialitás gyakran határtalan egó kíséri. De nekem sikerült túllépnem ezen. Én voltam az egyetlen igazi barátja. Nem tudom felfogni, hogy nincs többé. Még mindig úgy érzem, hogy itt van mellettem. Elmondaná, milyen volt a kapcsolata a feleségével? Nem jó. Gyakran veszekedtek. Vittorio miatt? Az biztos, hogy a férje homoszexualitása nagyon megváltoztatta. Amióta Flávio belement ebbe a kapcsolatba, kifordult magából, kifejezetten agresszív lett. Nem tudja, hol találom Vittóriót? De igen. Thank you.
Tegnap este itt voltam, de még a koncert alatt elhagytam a termet. És hova ment? Haza. Gyakorolnom kellett mára. Tudja valaki ezt igazolni? Hát nem tudom, kérdezze meg a szomszédaimat, mindig panaszkodnak, hogyha játszom. Igaz, hogy el akart menni az Egyesült Államokba a maestróval? Igen, ez volt a terv. De? Meggondoltam magam. És ő tudta? Nem. Miért gondolta meg magát az utolsó pillanatban? Hát remek lehetőségeim lettek volna az Államokban, de a kapcsolatunk az véget ért. Egy harmadik férfi? Mi? Hogy képzeli? Többnyire így szokott lenni. Itt nem ez történt. Már nem voltam szerelmes. Elmehetek? Lekéstem az óráról. Igen, persze. Gyere, barátom, menjünk. A sípszó után hagyjon üzenetet. Köszönöm. Morini? Igen? Mi volt ez a nagy udvariaskodás? Ja, semmi. Felügyelő, tudta, hogy a főnök fogyókúrázik? Nem, nem tudtuk, igaz, Rex? Na, hogy ideges, ha nem eszik. Mit érdekel az minket? Egyedül is megoldunk mindent, igaz? Igaz. Mesélj, voltál a Ritzben? Igen. Nem tudja elképzelni, milyen lakosztálya volt. Akkora tévé van benne, mint a ruhás szekrényem. Anyám mindig mondta, hogy tanuljak zongorázni, de én nem akartam. És a házát még nem is láttad. Találtál valamit? Igen, de mennyire? Mire vársz? Add ide! Igen, az íróasztal a fiókjában találtam. Egy új végrendelet vázlat. Ez pedig egy válókereset. Szépen vagyunk. Még hogy a szokásos férj-feleség veszekedés. Rex, készülj, váltunk néhány szót az ifjú özvegyel. Gyere, indulunk. Jó munkát, felügyelő. Szia, Rex. Elnézést. Fel kell értékeltetnem. A jövő héten választ adok. Signora Bonomi. Bocsánat, egy pillanat. Én addig körülnézek. Csak tessék. Látom, kicseréli a berendezést. Igen, ezeket Flávio választotta. Sose szerettem őket. Gondolom, így gyorsabban feldolgozom a gyászt. Vagy minél előbb el akarja adni, mielőtt elveszik a házat a berendezéssel együtt. Tudja, a férje el akart válni magától. És megváltoztatta a végrendeletét. Micsoda? Az nem lehet. Erről nem tudtam. Gaiba azt mondta, hogy egyetlen ütést kapott a tarkójára. De bárki ütötte is le Bonomit, brutális erővel sújtott le. Van új lenyomat? A csövön nincs. A belső szobában, a lépcsőn, a felső emeleten sem találtunk semmit. Kivéve a fülbevalót. Jó is, hogy mondod, a fülbevalóért jöttem. Az nagy kár. Már azt hittem, hogy miattam jöttél. Nem, a fülbevalóért jöttem. Biztos? A fülbevalóért? Na jó, nem bánom. Tessék, itt van. Köszönöm. Szerinted valódi? Igen, de nem érhet túl sokat. Tényleg? Nagyon szép benne a gyémánt. Ragyogó, mély tűzű. Nagyon mély tűzű. Köszönöm. Szia. Tűnés, Rex, gyere. Köszönöm, Rex. Hogy tudtad távol tartani az újságírókat? Bemeséltem nekik, hogy a Flamino temetőben temetjük el. És oda mentek? Igen. Köszönöm, Antonio. Flavio nagyon visszafogott ember volt. Biztosan nem akarta volna, hogy ezek a sakálok megjelenjenek a temetésén. Ami pedig a rajongóit illeti, ők majd a lemezeit hallgatva búcsúznak tőle. Flavio mindig azt mondta, hogy ez Róma legszebb temetője. Talán az emlékek miatt. Milyen emlékek miatt? Amikor kisgyerekek voltunk, itt laktunk nem messze. Nem is tudtam. Flavio nem sokat mesélt a múltjáról. Gyakran játszottunk itt a sírok között. Meg akartuk mutatni a barátainknak, hogy bátrabbak vagyunk, mint ők. Őszintén szóval én borzasztóan féltem,
De Flávio nem. Engem is meggyőzött, hogy nincs mitől félni. Aztán az egyik alkalommal valami zajt hallottunk, és menekülni kezdtünk, mint az őrült. Ha eljön az idő, én is itt szeretném, ha itt temetnének el. Úgy sajnálom, Antonio. Mit sajnálsz? Hogy néha nézeteltérések voltak köztünk. Te jó ember vagy. Maris, beszélhetnék veled? Fáradt vagyok, Vittorio. Légy szíves. Hogy jut eszedbe? Miért csinálod ezt? Megbeszéltük, hogy... Tudom, de kénytelen vagyok. Mindenki minket néz. Na végre egy kávé. Ez nem lehet igaz, kapitány úr. Mi van? Hogy megy a diéta? Mit érdekli az magát? Menjen a dolgára, Morini, ne is lássam. Jaj, de morcos, éhes. Kapitány úr! Kapitány úr! Kapitány úr! Mit üvöltözik? Kapitány úr! Kapitány úr! Nem tudja halkabban mondani még, hogy kapitány úr. Bocsánat, egy elég kényes dolgot kell kérnem, úgyhogy... Szükségem lenne egy házkutatási parancsra a Signora Bonomi villájában, és szeretném tudni, hogy mit gondol... Kapitány úr! Az attól függ, hogy mi van a kezében? Az enyémben? Úgy értem, mi van a kezében? Ja, igen, értem. Van egy válókeresetünk a férj részéről, egy végrendelet, amiben Signora Bonomit mindenből kitagadják. És ha ez nem lenne elég, a gyilkosság helyszíne közelében a lépcsőfordulóban találtunk egy fülbevalót, ráadásul Signora Bonominak nincs alibi. Mi az? Minden rendben? Ah, biztos benne, hogy helyes nyomon jár, csinálja, csak magára bízom. Tegye, amit jólak lát! Köszönöm. Egyébként hogy áll a fogyókúrával? Ne érdekelje magát az én fogyókúrám. Menjen dolgozni, jó? Menjen dolgozni, menjen már. Jó. Te ronda dög, add vissza a szendvicsemet! Morini, meg ne szólaljon! Felügyelő, híreim vannak. Tényleg? Ellenőriztem Lombardi alibijét. A szomszédok állítják, hogy nem játszott aznap éjjel. Ez nem minden, van más is. Bonomi beszélni akar magával, menjen be a konzervatóriumba, állítólag nagyon fontos. Jó, majd bemegyek, Morini. Ma Flávio temetésén Vittorio beszélni akart Malisszal. Nem tudom, miről volt szó, elég messze álltam, de heves beszélgetés volt. Vittorio ideges volt, Malis pedig dühösnek látszott. Ez normális, tekintettel Vittorio és a hölgy férjének viszonyára, nem? Nem, hiszen mondtam, hogy Vittorio és Malis eddig mindig nagyon jóban voltak. Nem, emögött kell lennie valaminek. Lehet, hogy csak valami megérzés. Talán nem is kellett volna beszélnem róla. Épp ellenkezőleg, nagyon jól tette. Nekem fontos volt ez a beszélgetés, higgy el. Felügyelő, még valamit szeretnék kérni. Flávio öltözőjében van néhány irat, ami az akadémiáé. Szeretném tudni, mikor kaphatom vissza. Hát, amint lehet, leszedjük a pecséteket, és... Köszönöm. Akkor én nem is zavarok tovább. Kikísérem. Nagyon kedves. Mindent köszönök. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Rex, jön a főnök, bújj el. Jó napot, Marini. Jó napot, kapitány. Elment, előjöhetsz, haver. Nagy voltál, ahogy elvetted a sült malacos zsömléjét, mondd meg őszintén, finom volt. Halálra röhögtem magam. Gyere. Oh.
felügyelő, a házkutatási parancs. Ah, remek. Szóljanak Morininak, hogy kint várjuk. Gyere, Rex. Igenis. Az nem Vittorio Lombardi? De. Mit szól rá hozzá, ha meglepnénk? Drágám, miért nem kulcssal jöttél? Elvesztettem. Gyere! Mondtam, hogy nem találkozhatunk. A rendőrség tud a válásról. És az új végrendeletről is. Nem tudtam, hogy Flávio már meg is írta. Szóval rád gyanakszanak? Igen, de nem rád. El kell tűnnünk innen, ez nem mehet így tovább. Felébe. Drágám, nem vihetlek magammal. Amíg ennek az egésznek nincs vége, nem találkozhatunk. Nem bírom ki. Muszáj. Felügyelő, a parancs. Malice. Malice 12. Mi az, egy parfüm? Nem, a házszám. Vársz valakit? Nem. Bújj el gyorsan. Felügyelő, de örülök, nem tudott aludni. Talán a túl sok kávé, amit Morini hoz nekem, igaz? Az lehetséges. Bocsánat, asszonyom. Mi volt ilyen sürgős? Hívja vissza a kutyáját. Tudja, hogy nincs joga így betörni a házamba. Ellent kell mondanom, Signora Bonomi. Tudjuk, hogy Lombardi itt bujkál a házban. Szabad? Morini, szórakoztasd a hölgyet. Asszonyom, foglaljon helyet, kérem. Te is hallottad, Rex? Menj arrébb, gyorsan! Signor Lombardi, jöjjön ki, tudom, hogy ott van! Emelje fel a kezét! Forduljon meg, kezeket a tarkóra. Ez az, nagyon jó.
ide üljön le. Rex, vigyázz rá. Jöjjön velem, gyerünk! Rex! Bajban vagyok, igaz? Mi van itt? Nincs itt semmi. Mi az? Mutasd. Szép munka volt, bajnok. Szép munka volt. Igen. Nekem is Malice-nak viszonyuk van. És a maestro rájött? Nem. Flavio el akarta mondani. Azt akarta, hogy mindenki tudja, hogy meleg, és én vagyok a szeretője. Ezért akarta elhagyni. Flavioval jól megvoltam. Mindenhová magával vitt. Gyönyörű helyeket ismertem meg. Kellemes életem volt vele. De aztán... beleszerettem Malice-ba. Amikor rájött, hogy Flavio ott akarja hagyni egy vas nélkül, maga megölte. Ez nem igaz. Nem? Nézzük csak, mit mond ez a fülbevaló. Felismeri? A magáé? Ezt a büntet helyszínén találtuk, ezt pedig a szobájában. A magáé vagy nem? Nem, sose láttam, esküszöm, sose láttam, nem az enyém. Nem igaz. Ezt viselte, mikor a férjét megölték. Nem igaz, nem igaz, nem én öltem meg, nem igaz, nem az enyém. Nem az enyém. Jó van, Filippo, egyél csak. Elárulná, hogy mi baja van? Nem tudom, itt valami nem stimmel, az egész túl kerek. Van indítékunk, jó néhány bizonyítékunk. Néha a legegyszerűbb megoldás a legcélra vezetőbb. Lehet, de ez nem az az eset. Tehát... Nem Malice ölte meg a férjét. Nem mondja komolyan. Hát akkor ki? Ki terelgetett bennünket erre az útra? Antonio Bonomi. Pontosan. Már elnézést, felügyelő, én értem a kétségeit, a bizonytalanságát, de Antonio Bonomi nem lehetett, mert magával volt. Igen, tudom, együtt mentünk be, amikor a kiáltást hallottuk. Igen. Tegyen meg valamit, hiszen ideges és fáradt. Menjen haza, pihenje ki magát, hallgasson zenét, tudom, az MP3-a tönkrement, de van CD lejátszója, berak egy CD-t, mondjuk egy Chopin. Egy pillanat, mit mondtál az MP3 lejátszómról? Hogy tönkrement, de CD lejátszója van, benyom egy CD-t, ellazul egy klasszikuson. Morini, mondtam már, hogy zseni vagy. Persze, sokszor, de most nem értem miért. Én sem, de az vagy. Indulás. Jó, megyünk. Szia, Filippo, majd jövök, jól egyéled meg szépen a kaját. Morini, van egy tollad? Igen. Tessék a toll. Látod, Morini?
Az egész történet kulcsa itt van, ebben a kis tárgyban, ebben a távkapcsolóban. Aznap este Bonomi, miután megölte az unokabátyját, az ajtóban megnyomta az MP3 távkapcsolóját és elindította a lemezt. Eljátszotta, hogy a gyilkosság abban a pillanatban történt. Az orrom előtt. Hogy legyen alibije. De még milyen? Mérget veszek rá, hogy ha levesszük a pecsétet, Signor Bonomi az MP3 lejátszóját viszi el, nem az akadémia papírjait. Gondolja, hogy ez a lejátszó Antonio Bonomié? Könnyen lehet, de nem nehéz kideríteni. Minden lejátszóban van egy szám, egy kód, ami csak a tulajdonoshoz tartozik. Jó, de ebben több mint 30 000 szám van. Hogy találjuk meg pont azt a felvételt, felügyelő? Morini, ha szerencsénk van, az utolsó számon, amit lejátszott. Akkor úgy tűnik, hogy minden rendben van, ugye? Igen, uram. Behívhatom a növendékeket? Igen, jöhetnek. Signor Bonomi, újabb koncertre készülnek? Igen, felügyelő. Ma este a Santa Cecilia Akadémia növendékei mutatkoznak be. Ha akarja, félretetetek egy jegyet magának. Nem, nagyon köszönöm. Arra a bizonyos koncertre nem az unokabátyja hívott meg, hanem ön. Azt akarta, hogy én legyek az alibije. Sajnálom, de nem értem, hogy miről beszél, felügyelő. Elejétől kezdve Vittorióra és Maliszra akarta terelni a gyanút. Még egy pár fülbevalót is vásárolt, az egyiket a helyszínen hagyta, a másikat a hölgyházában. Miket beszél? Nem értem, miért talál ki ilyen abszurd történetet, felügyelő. Pontosan tudja, hogy kik a bűnösök. És már megbocsásson, de hogy ölhettem volna meg Fláviót? Mikor abban az időben az ajtó előtt álltam magával. Morini! Mehet! Nagyon ügyes. Felvette ezt a hangot és belekeverte a zenébe. Ellenőriztük. Ha akkor, amikor megtaláltuk Flávio holttestét, nem akadályozta volna meg, hogy bemenjek, eltüntettem volna mindent. Igen. Árulja el nekem, miért ölte meg az unokabátyját. Miért? Mert úgy döntött, hogy nem visz magával Cincinnatiba. Szakítani akart a múlttal, velem, a feleségével. Ennyi év után. Azt mertem mondani, hogy már megfizette, amivel tartozott. Mint egy ilyen szörnyűségért valaha is meg lehetne fizetni. Ezt ő csinálta magával? Igen. Gyermekkorunkban. Sokkal tehetségesebb zongorista voltam, mint ő, és ő ezt nem bírta elviselni. Sikerült mindenkivel elhitetnie, hogy véletlen balesetről volt szó, de én tudtam, hogy nem így volt. Csodálatos karrier állt előttem. És ő megakadályozott, ő meg... Nem értem, hogy maradhatott egy ilyen ember mellett a történtek után. Mi olyan kisgyerekek voltunk. Flávio bocsánatot kért tőlem, és a végén megbocsátottam neki. Csodálatos éveket töltöttem mellette. Összefortam a zenével. Az ő keze az én kezemmé vált, és most egy buta szeszély miatt
Mindennek vége lett volna, mindennek vége lett volna. Signor Bonomi, kérem, jöjjön velem. Megállni! Hé, Rex, jól vagyok. Menj, kapd el, futás! Kezeket a volánra! Kezeket a volánra! Morini! Mondd el a varázsigét! Jó, csak előbb... Hol van, értem? Letartóztatom Flavio Bonomi megölésért. Szálljon ki! Gyerünk már, szálljon ki! Szép volt, bajnok! Magyar szöveg Kréner Gizella. Szerkesztő Gyulai Zsuzsa. Hangmérnök Lang András. Vágó Fényi Márta. Gyártásvezető Tóth Lóra. Szinkronrendező Tomas Evizorka. Produkciós vezető Milassi Ákos. A magyar változatot az MTVA megbízásából az R-Team készítette. They better beware. Enter the plans, I threw a big scare. My name is Rex. I'm best friends with the people. Rex. I'm going out of this trouble. Give the command, I'm off to the chase. Run, jump, solve the case. My name is Rex. I come from Vienna, the transfer to Rome. The town of city, you now are my home. Climate is different, probably the same. Catching the bad guys are part of my fame. Rex, I'm best friends with the people. Rex, I'm going out of this trauma. Give the command, I'm off to the chase. Run, jam, solve the case. My name is Rex. My name is Rex. My name is Rex.